Ez a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. 32. Budapest Borfesztivál, ahogy a Szignálban is az imént elhangzott, továbbra is élőben jelentkezünk, egy újabb kis hangulati jelentés, beszélgetés itt a Trend FM-en, élőben a helyszínen és természetesen a 94.2-n is. Helycserés támadás, az előző órában ezt már jeleztük a hallgatóinknak, hogy az érem mindkét oldalát körbe fogjuk járni. Az elmúlt órában itt volt velünk a Taverna Borászattól Tar Tibor, most pedig a már jól ismert, és ezt abszolút dicséretnek szánom, egyik borász ül itt velem szemben. Szerintem már mosolyognak is tudják, hogy kiről van szó. Maul Zsolt, szeretettel köszöntünk itt a kis mobil stúdiónkban, hogy fogalmazzak így, a Villányi Borvidékről, a Maul Borászattól. Mielőtt még megadnám a szót, egy rövidke idézet jönne tőled. A bor az egyik legjobb kifejezője az emberi léleknek. Minden megmutatkozik benne, ami maga az ember. A Borfesztivál lehet erre egy jó példa. Szeretettel köszöntelek, Zsolt. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Abszolút lehet, és főleg ez a budapesti Borfesztivál, ez egy jó példája lehet ennek. Nagyon-nagyon szeretjük, és évek óta visszajáró kiállítói vagyunk a rendezvénynek, és nem véletlenül, mert évekkel ezelőtt, amikor elkezdtünk ide járni, akkor már a hangulata nyilván megfogott minket, és tudtuk, hogy ez egy maga a vár, meg maga a környezet is egy annyira jó hangulatú rendezvény, és nyilván a közönség az, ami számunkra az egyik legfontosabb, és nagyon-nagyon jó közönsége van a Budapesti Borfesztiválnak évek óta, és ez egyre jobban, egyre javul, úgyhogy abszolút szeretünk ide járni, és nekünk ez egy, mondhatom úgy, hogy a szívünk csücske a borfesztiválok keretein belül is. Az évek és a rutin, fogalmazhatok így is, de pont erre szeretnék alapozni a következő kérdésemmel. 2023. 32. Budapest Borfesztivál, sokadik alkalommal vagytok jelen. Kellő tapasztalat, visszajelzés akár a borász kollégáktól is, hiszen velük is van lehetőséged ilyenkor külön találkozni, de a fogyasztóktól is. Ha summázni kellene mindazt, ami így a beszélgetések során fölmerül, hogy látod ma jelenleg Magyarországot, mennyire minősülünk bornagyhatalomnak? Hát abszolút azt gondolom, hogy bor nagyhatalom vagyunk Magyarországon. Azért világszinten és Európa szinten még azért nem feltétlenül, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 20-25 évben óriásit fejlődött a magyar bor kultúra, a magyar borpiac, és nagyon-nagyon komoly minőségi irányba sikerült ellépni, és nyilván ez az egyik alapillére ez a Budapest Borfesztivál, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy ide teltház, sok ember, sok vendég, minőségi vendég, és én ahogy észrevettem a saját standunknál, sok-sok magyar vendég, nyilván nagyon szeretjük mi is a külföldi ide látogató turistákat, de rengeteg magyar jár hozzánk, és nyilván mi belőlük is élünk valamilyen szinten, mert azt látom, hogy tényleg rengetegen jönnek oda a mi standunkhoz is megkóstolni a borokat. Nem mindig van lehetőség például olyan nagy borokra, amiket mi is kihozunk, vagy nagy értékű, magas értékű, komoly nagy borokat nem mindig lehet megkóstolni, itt viszont lehetőség nyílik arra is, hogy mindegyik komoly nagybort bontjuk, és mindenből lehet akár fél decit vagy decit is kóstolni. Záró kérdés, de ide kívánkozik egyébként, és köszönöm, hogy ez volt pont a gondolat, amivel befejezted a válaszod. Kijön valaki a borfesztiválra, GPS koordinátákat nem, standszámot annál inkább, légy oly kedves, mondj nekünk, és mivel találkozhatnak nálatok a borfogyasztók, kedvelők? Mi az Oroszlános udvarban vagyunk, és a 97-es stand a miénk, testes vörösborok, testes alkoholos vörösborok mindenképpen, és amit még mindenképp ki kell emelnem, ugye a borfesztiválnak a szervezésében a Vinagóra borverseny is, ugye a borfesztivál szervezéséhez tartozik, a szervezőkhöz, és az idei Vinagóra borversenyen a borverseny legeredményesebb pincészete lettünk, 8 aranyérmet nyertünk ezen a borversenyen, úgyhogy ezért is érdemes eljönni hozzá, mert mind a 8 bort elhoztuk, mind a 8 testes alkoholos vörösbort. Érdemes megkóstolni, nagyon komoly borokat hoztunk magunkkal. Maul Zsoltnak, a Maul Borászat vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Trend FM-en, illetve itt a kis mobil stúdiumban a Budapest Borfesztiválon. A hallgatókat pedig visszavárjuk, hiszen egy óra múlva újabb hangulatjelentéssel jövünk vissza. Ízek, borvidékek, történetek, bormárka. Minden pénteken délután a Trend FM-en.